Szeptember 4-től új közlekedési rend lépett életbe a Püspökladányi Rendelőintézet területén. A betegek a jelzések utasításait betartva és a kijelölt útirányt követve léphetnek az intézménybe, a várakozás során pedig be kell tartani a 1,5 méteres távolságot. A részletekről dr. Komoróci Károly, a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója nyilatkozott televíziónknak. Sajnos az a helyzet, hogy a COVID-járvány második hulláma az most már egyre jobban eléri Püspökladányt, és szerintem minden püspökladányi tapasztalja azt, hogy sokan vannak már karanténban, vannak Püspökladányban már COVID-pozitív emberek is. Úgyhogy sajnos vigyázni kell magunkra, vigyázni kell másokra, vigyázni kell a szeretteinkre, vigyázni kell az idősekre. Ennek szellemében vezettük be most már mi is azokat az intézkedéseket, amik már szigorúbbak, mint ami a veszélyhelyzet idején voltak, hiszen a helyzet is most úgy érzékeljük, illetve a betegszámokból és a fertőzöttségből azt látjuk, hogy most komolyabb a helyzet, mint amilyen májusban volt. A rendelőintézetben bejutást úgy próbáltuk picit civilizáltabbá tenni, hogy egyfajta irányító kordont helyeztünk el. Ez a repülőterekről ismerős lehet a pácienseknek. Ennek az a lényege, hogy a sort azt megpróbáljuk egy csigavonalba terelni, így megpróbáljuk biztosítani a megfelelő távolságot a pácienseknek egymástól, és azt, hogy ne lógjon ki az épületen kívülre ez a sor, ne legyen az épület előtt egy kígyózó sor, és hogy mindenki tudja azt, hogy hol a helye, mikor kerül sorra, illetve megpróbáljuk elkerülni azt, hogy valaki úgy tudjon bejönni az intézménybe, hogy ne legyen megmérve a láza. Sajnos volt már ilyenre példa, úgyhogy azért is kellett bevezetnünk ezeket az intézkedéseket. Nem engedhetünk be senkit sem úgy az intézménybe, hogy 38 fok fölötti a láza, aki köhög, légszomja van, lázas, felső légúti tünetei vannak. Először a házi orvosával kell konzultálnia, hogyha a házi orvos úgy dönt, hogy őt meg akarja vizsgálni, akkor a házi orvosnak szólunk, ha ő lejön érte, akkor neki jogosultsága van felvinni a beteget a rendelőbe, megfelelő védőfelszerelésbe őt megvizsgálni, de általában ilyenre nem szokott sor kerülni. Ilyenkor azt szokták javasolni a házi orvosok, hogy felírják a gyógyszerepet a recepten keresztül, maradjon otthon. Ha pedig COVID gyanús az illető, akkor pedig értesítve lesz az ANTS, a mentőszolgálat, és akkor leveszik tőle a tesztet 5 napon belül. Az intézmény területén továbbra is kötelező a szájmaszk viselése, illetve a rendelőbe való belépéskor a lázmérés és a kézfertőtlenítés. A rendeléseket továbbra is csak előzetesen egyeztetett időpontban lehet felkeresni. Tehát amit érdemes megjegyezni, akkor hogy a bejutásnál mindenkinek meg lesz mérve a testhőmérséklete, a maszk használat az természetesen kötelező, hiszen vigyáznunk kell egymásra. Ami pedig még fontos dolog, hogy akinek felső légúti panaszai vannak, lázas, köhög, rosszul érzi magát, köpetürítése van, az ne is gondoljon arra, hogy jöjjön a rendelőintézetben, hanem a házi orvosát hívja föl első körbe, házi orvosával pedig meg tudják konzultálni azt, hogy mi a további teendő. Minden háziorvosnak már legalább 2 telefonja van, ez a Facebook oldalon föl van tüntetve, van egy mellék a háziorvosoknak, amin lehet hívni, van egy közvetlen telefonszám, ez is helyi számnak minősül egyébként, tehát úgy tűnik, mintha egy mobilszám lenne egyébként, de ez is egy helyi telefonszám, és a háziorvosoknak van még egy mobiltelefonszáma is. Úgyhogy 3 telefonon keresztül is lehet hívni a házi orvosokat. Előfordul az, hogy utána a vonalba várakozni kell, mert hogy a másik telefonon beszél a házi orvos. Ilyenkor türelmüket kérjük a pácienseknek, hiszen a 3 vonalon egyszerre próbálunk iránymutatást nyújtani a betegeknek. A rendelőintézetben továbbra is telefonon kell bejelentkezni a szakrendelésekre, de erre is most már minden rendelésnek külön közvetlen száma van, és amint mondtam, ezek helyi tarifás számok, csak az 54-es körzet elfogyott, úgymond az 54-es körzetes hívószámok elfogytak, és ezért van egy másik hívószáma
a rendeléseknél. Doktor úr arra kéri a lakosságot, hogy mindenki tartsa be a maszkviselésre és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, vigyázzunk egymásra és az idősekre. Arra kérnék még mindenkit, hogy tényleg vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az idősekre. Én úgy tudom, hogy az idős otthonokban is most már látogatási korlátozások vannak, a kórházakban is látogatási korlátozások vannak, és mindenki a józanész szerint próbáljon meg viselkedni. Ezek a maszkok, hogyha mind a két emberen maszk van, akkor ezek megfelelő védelmet nyújtanak, nem csak a Covid ellen, de az influenza ellen is, és más felső légúti fertőzések ellen is. Tehát nem csak a Covid miatt érdemes a maszkokat viselni, hanem más egyéb felső légúti betegségeket is meg tudunk előzni vele. Úgyhogy érdemes ezeket hordani máshol is. Mindenhol, ahol zárt térben emberek egymástól másfél-két méter távolságon belül vannak, én javaslom azt, hogy használják a maszkot. Amennyiben pedig tüneteket tapasztalnak magukon, vagy tudomásukra jut az, hogy olyan emberrel érintkeztek húzamosabb ideig, tehát 15 percnél több ideig másfél méteres távolságon belül, aki COVID-fertőzős volt, akkor mindenképpen jelezzék ezt a házi orvosuknak, aki tudja a további teendőket. A vírushelyzet miatt nem kerülhetett sor dr. Szőr István belgyógyász főorvos nyilvános köszöntésére sem, akinek 75. születésnapi alkalmából gratuláltak munkatársai. Sajnos a járványügyi korlátozások miatt így most képernyőn keresztül kell, hogy köszöntsük Szőr doktort, de higgyél, doktor úr, hogy az egész rendelőintézet itt áll úgymond mögöttem, de sajnos Kásler miniszter úr korlátozása értelmében mi már nem tarthatunk csoportos összejöveteleket, úgyhogy a tortát is, amit a főorvos úr részére rendeltük, azt nem együtt tudjuk elfogyasztani, hanem csak egy rendelésenként külön-külön, de mindenképpen szeretnénk kifejezni tiszteletünket, megbecsülésünket Szőr doktor felé, aki most a 75. életévét töltötte be, és ezúton szeretnénk gratulálni neki, és hosszú és boldog és életet kívánni neki a továbbiakban is, és hát reméljük, hogy még sokáig üdvözölhetjük itt körünkben mind a betegek örömére. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t érintő intézkedésekről a továbbiakban is tájékoztatjuk nézőinket.